Fadódi hallgatóra, hallgatóra, hallgatóra. Ez a hajléknak, a bizonyság hajlékának elszámolása, amint Mózes rendeletére el lett számolva a leviták munkájával, Itamár, Áron főpap fia által. Becalél, Úri fia, Húr unokája, Jehuda törzséből elkészítette mindazt, amit megparancsolt az örökkévaló Mózesnek. És vele Oholiáb, Ahiszamák fia, Dán törzséből, kőfaragó, szövő és hímzőmester, kék bíborban, piros bíborban, karmazsinban és bisszusban. Mind az arany, ami fel lett dolgozva a műre az egész szent munkánál, felajánlott arany 29 kikkar és 230 sékel volt a szent sékel szerint. A gyülekezet megszámláltjainak ezüstje pedig 100 kikkar és 1775 sékel a szent sékel szerint. Fejenként egy beka, vagyis egy fél sékel a szent sékel szerint mindazoktól, akik átmentek a megszámláláson, 20 évestől fölfele, megfelelően 603.150 személynek. És 100 kikkár ezüst szolgált a szentély talapzatainak és a függöny talapzatainak megöntésére, 100 talapzat 100 kikkarból, 1 kikkár 1 talapzatra. És az 1775 sékelből készítette a horgokat az oszlopok számára, és bevonta a tetejüket, és összecsatolta őket. A felajánlott rész pedig volt 70 kikkar, és 2400 sékel. Ebből készítette a találkozás sátora bejáratának talapzatát, a rézoltár és réz rácsozatát, és az oltár összes edényeit. És az udvar talapzatait, körös körül, és az udvar kapujának talapzatait, és a hajlék összes szögeit, és az udvar összes szögeit körös körül. A kék bíborból és a piros bíborból, és a karmazsinból készítették a szolgálati ruhákat, szolgálatra a szentélyben, és elkészítették a szentély ruháit Áron számára, amit megparancsolt az örökkévaló Mózesnek. És elkészítette az éfodot aranyból, kék bíborból, piros bíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból. Kinyújtották ugyanis az aranylemezeket, és abból vágták fonalakat, hogy bedolgozzák a kék bíbor, a piros bíbor és a karmazsin közé, meg a bisszus közé szövőmunkával. Várrészeket készítettek számára, amelyek összefűzhetőek voltak a két szélén, fűzték össze. És az átkötésre szolgáló kapcsoló, amely rajta volt, belőle magából volt szőve, munkája szerint aranyból, kék és piros bíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból, amint meghagyta az örökkévaló Mózesnek. És földolgozták a sohamköveket, körülvéve aranykeretekkel, bevésve pecsétgyűrűvéséssel Izrael fiainak neveivel. És elhelyezte ezeket az éfód vállain, emlékkövekül Izrael fiainak, amint megparancsolta az örökkévaló Mózesnek. És elkészítette a meldíszt szövőmunkával, az éfód munkája szerint aranyból, kék és piros bíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból. Négyzet alakú volt, két retűre készítették a meldíszt, arasznyi volt a hossza, és arasznyi a szélessége két sorosan. És belefoglaltak négy sor követ. Az első sor rubinkő, topáz és smaragd, a második sor karbonkulus, zafír és türkiz, a harmadik sor opál, ahát és ametiszt. És a negyedik sor berril, onyx és jaspis, körülvéve aranykeretekkel foglalatukban. És a kövek Izrael fiainak nevei szerint voltak, 12 neveik szerint, pecsétgyűrű véséssel, mindegyiknek a neve szerint, a 12 törzs után. És készítettek a meldíszre egymásba öltött művű láncokat, kötélfonó munkával tiszta aranyból. És készítettek két aranykeretet és két aranygyűrűt, és elhelyezték a két aranygyűrűt a meldísz két szélére. És tették a két aranyfonatot a két karikába a meldísz szélein. És a két fonatnak két végét megerősítették a két kereten, és hozzáillesztették az éfód várrészéhez előre része felől. És készítették még két aranykarikát, és elhelyezték a meldísz két végére, azon a szélén, amely éfod oldalán van belül.
és készítették ismét két aranykarikát, és megerősítették az éfot két várrészén alulról az előrész irányában, szemben az összefűzéssel az éfot kapcsolója fölől. És hozzákapcsolták a melldíszt gyűrűinél fogva az éfod gyűrűhelyhez kék bíbor zsinórral, hogy maradjon az éfod kapcsolja fölött, és nem mozduljon el a melldísz az éfodról, amint meghagyta az örökkévaló Mózesnek. És elkészítette az éfod köpenyét takács munkával teljesen kék bíborból. És a palást nyílása közepén olyan volt, mint a páncélig nyílása. Szegélye volt körös körül nyílásának, nehogy elszakadjon. És készítették a palást alsó széleire gránátalmákat kék, piros bíborból, karmazsinból és sodrott bisszúcsból. És készítettek tiszta aranycsöngettyűket, és elhelyezték a csöngettyűket a gránátalmák között a palást alsó szélén, körös körül a gránátalmák közé. Csöngettyű és gránátalma. Csöngettyű és gránátalma a palást alsó szélén, körös körül a szolgálathoz, amint megparancsolta az örökkévaló Mózesnek. És készítették a köntösöket bisszusból, takács munkával Áron és fiai számára. És a süveget bisszusból, és a magas díszsüveget bisszusból, és lenalsó ruhákat sodrott bisszusból. És az övet sodrott bisszusból, kék bíborból, piros bíborból, és karmazsinból, hímző munkával, amint megparancsolta az örökkévaló Mózesnek. És elkészítették a szentség koronájának lemezét tiszta aranyból, és reávésték pecsétgyűrűvéset írásával, szent az örökkévalónak. És adtak rá kék bíborzsinort, hogy megerősítsék a süvegen felülről, amint megparancsolta az örökkévaló Mózesnek. És befejeződött a találkozás sátra hajlékának minden munkája. És Izrael fiai teljesen úgy cselekedtek, amint megparancsolta az örökkévaló Mózesnek, akként cselekedtek. És elhozták a hajlékot Mózeshez, a sátor összes edényeit, kapcsait, deszkáit, reteszrudait, oszlopait és talapzatait. És a pirosra festett kosbőrtakarót, és a táhácsbőrtakarót, és a takarófüggönyt. A bizonyság ládáját és rudait, a födelet, az asztalt és az összes felszereléseit és a színkenyeret. A tiszta menórát, mécseseit, a felszerelés mécseseit, az összes edényeit és a világító olajat. És az aranyoltárt és a kenetolajat és a füstölőszerszámot és a sátor bejáratának takaróját. A rézoltárt és a rézrácsozat rudait és az összes edényeit, a medencét és a lapzatát. Az udvarvásznait, oszlopait és talapzatait, a takarót az udvar kapujához, köteleit és szögeit, és a hajlékszolgálatának összes felszereléseit a találkozás sátora részére. A szolgálati ruhákat szolgálat végzésre a szentélyben, a szentség ruháit Áron a pap számára, és fiai ruháit papi szolgálatra. Egészen úgy, amint megparancsolt az örökkévaló Mózesnek, úgy végezték el Izrael fiai az egész munkát. És látta Mózes a teljes művet, és íme úgy készítették el azt, amint megparancsolta az örökkévaló, akként készítették el, és megáldotta őket Mózes. És szólott az örökkévaló Mózeshez, mondván, az első új holdnapon, a hónap első napján állítsd fel a találkozás sátrának hajlékát, és helyezd el ott a bizonyság ládáját, és függeszd fel a láda elé a függönyt. És vidd be az asztalt, és rendezd el a felszerelést, és vidd be a menórát, és rakd fel mécseseit. És helyezd el a füstölőszernek szolgáló aranyoltárt a bizonyság ládája elé, és helyezd el a bejárat takaróját a hajlékhoz. És helyezd el az égő áldozati oltárt a találkozás sátora hajlékának ajtaja elé. És tedd a medencét a találkozás sátora és az oltár közé, és önts bele vizet. És helyezd el az udvar körös körül, és tedd fel az udvar bejáratának a takaróját. És vedd a kenet olaját, és kent fel a hajlékot, és mindazt, ami benne van, és szenteld föl, és az összes edényeit, és legyen szent.
és kent föl az égő áldozati oltárt és az összes felszereléseit, és szentelt föl az oltárt, és ez legyen az oltár szentségek szentsége. És kent föl a medencét és alapzatát, és szentelt föl. És vezesd Áront és fiait a találkozás sátorának kapujához, és fürözd őket vízben. És öltöztesd föl Áront a szentség ruháiba, és kent föl őt, és szentelt föl őt, és teljesítsen papi szolgálatot nekem. És fiait vezesd oda, és öltöztesd föl őket köntösökbe, és kent föl őket, amint fölkented atyukat, és teljesítsenek előttem papi szolgálatot, és arra szolgáljon fölkenetésük, hogy legyen örök papi tisztségük nemzedékeiken át. És Mózes mindenben akként cselekedett, amint megparancsolta az örökkévaló neki, akként cselekedett. És volt a második év első hónapjában, a hónap első napján, fel lett állítva a hajlék. És felállította Mózes a hajlékot, és lerakta talapzatait, és elhelyezte deszkáit, és beleillesztette reteszrudait, és felállította oszlopait. És kiterjesztette a sátor a hajlék fölé, és rátette a sátor borítóját felülről, amint megparancsolta az örökkévaló Mózesnek. És vette, és elhelyezte bizonyságot a ládába, és elhelyezte rudakat a ládán, és rátette a födelet a ládára fölülről. És bevitte a ládát a hajlékba, és elhelyezte a takarófüggönyt, és eltakarta véle a bizonyság ládáját, amint megparancsolta az örökkévaló Mózesnek. És elhelyezte az asztalt a találkozás sátorában, a hajlék oldalán, észak felől, kívül a függönyön, és elrendezte rajta a kenyérfölszerelést az örökkévaló színe előtt, amint megparancsolta az örökkévaló Mózesnek. És elhelyezte a menórát a találkozás sátorában, szemben az asztallal, a hajlék oldalán, dél felől. És felrakta a mécseseket az örökkévaló előtt, amint megparancsolta az örökkévaló Mózesnek. És elhelyezte az aranyoltárt a találkozás sátorában a függöny előtt, és füstölgetett rajta füstölő fűszerszámot, amint megparancsolta az örökkévaló Mózesnek. És helyére tette a bejárat takaróját a hajlékon. És az égő áldozati oltárt elhelyezte a találkozás sátor a hajlékának bejáratánál, és bemutatta rajta az égő áldozatot és a liszt áldozatot, amint megparancsolta az örökkévaló Mózesnek. És elhelyezte a medencét a találkozás sátora és az oltár közé, és adott oda vizet mosdásra. És abból mosták Mózes és Áron és fiai kezüket és lábukat. Midőn beléptek a találkozás sátorába, és midőn közeledtek az oltárhoz, mosdást kellett végezniük, amint megparancsolt az örökkévaló Mózesnek. És felállította az udvart, a hajlék és az oltár körül, és elhelyezte az udvar kapujának takaróját, és ezzel befejezte Mózes a teljes művet. És betakarta a borulat találkozás sátorát, és az örökkévaló dicsfénye betöltötte a hajlékot. És Mózes nem volt képes bemenni a találkozás sátorába, mert fölötte honult borulat, és az örökkévaló dicsfénye betöltötte a hajlékot. És mikor felemelkedett a borulat a hajlékról, akkor útnak indult Izrael fia minden vándorútjukon. De ha nem emelkedett föl a borulat, akkor nem indultak el addig a napig, amíg föl nem emelkedett. Mert az örökkévaló felhőborulata volt a hajlék fölött nappal, és tűz volt fölötte éjjel. Izrael egész házának személy előtt, minden vándorútjukon. Lehadódi hallgatóra, hallgatóra, hallgatóra.